Újabb nyertesek, 23 új pályázat nyert novemberben a megyei top forrásból több mint 2 milliárd forintnyi támogatást. Bővülő duális képzés, a képzési területek bővítése és a hallgatói létszám növelése, illetve a korszerű tananyagok kialakítása a cél a Nyíregyházi Egyetemen. 122-szeres véradó, Pro Vita díjjal jutalmazták azt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkéntest, aki eddig 366 ember életét menthette meg donorként. Újabb 23 Szabolcs megyei pályázat nyert támogatást topos forrásból novemberben, összesen több mint 2 milliárd forint értékben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A most nyertes projektek épületek korszerűsítését, turizmusfejlesztést, városrehabilitációt, valamint a közösségi szolgáltatások minőségi fejlesztését foglalják magukban. Nyíregyházó például közel 80 millió forintos, Apagy pedig több mint 128 millió forintos beruházásba kezd. Mindkét település önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére nyert forrást. Novemberben újabb 23 pályázatot bíráltak el pozitívan Szabolcs megyében, közöttük összesen több mint 2 milliárd forintot osztanak el, így május óta már mintegy 51 milliárd forint toppos forrást kapott 343 kérelem. A több mint 2000 lakosú Apagy településén nemrég zárult le egy beruházás, amelyet egy toppos forrásból valósítottak meg. Most újabb pályázatuk kapott pozitív elbírálást önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. Az újabb top pályázatunk, amit sikerült megint pozitív elbírálás során megnyernünk, 128 millió forint összegben energetikai beruházást akar. Ez két épületnek a felújítását fogja jelenteni. Egyrészt a polgármesteri hivatal épületének a nyilázáró cseréjére, külső hőszigetelésére és fűtés korszerűsítésére fog sor kerülni. Ennek a nagyságrendje 50 milliós nagyságrend. Ez ki fog egészülni még egy napelemes rendszerrel az épületnek a tetőzetén, ami nyilván a energetikai költségnek a csökkentését fogja elősegíteni. A másik épület, amit hasonló formában fognak felújítani, az az idősek bentlakásos otthona. Itt is nyílászárócsere, külső hőszigetelés kialakítása és fűtés korszerűsítés lesz. A tervek szerint 2018. október 31-ére befejeződik mindkét beruházás. Az apagyi pályázat a negyedik körben került pozitív elbírálásra, ami azt jelenti, februárban tudják elkezdeni a közbeszerzési eljárást, így a kivételezőnek csupán 4-5 hónapja marad majd azok megvalósítására. A település többi középületét már korábban felújították, csak az idősek otthona és a polgármesteri hivatal maradt ki a sorból. A 900 fős Nyíregyházban jelenleg 19 elsős, összesen pedig 121 diák tanul a település iskolájában. A falu toppos pályázaton 79 millió forintot nyert, amelyet arra fognak fordítani, hogy a gyerekek 21. századi követelményeknek megfelelő iskolában tanulhassanak. Nyíregyházi község közel 80 millió forintot nyert. Nyíregyházi általános iskoláját szeretnénk felújítani. Régi tartozásunkat szeretnénk ezzel megvalósítani. Egyik épülete a 60-as években, a másik épület része az 1900-as évek elején épült. A fenntartó klik lecseréli a tetőszerkezetet a télen, és mi a tavasszal szeretnénk megkezdeni az energetikai felújításokat. Kicseréljük a nyílászárókat, hőszigetelést helyezünk el, napelemrendszer kerül fel az épületre, fűtési rendszer korszerűsítés fog megvalósulni. Ezen kívül pedig az iskola épületének belső frissítése is bele fog férni a pályázati összegbe. 2018. november eleje a felújítás befejezésének kitűzött határideje, azonban a polgármester szeretné, ha már a kívülbelül megújult iskolában kezdhetnék meg a gyerekek a 2018-2019-es tanévet. A képzési területek bővítése, a hallgatói létszám növelése, korszerű tananyagok kialakítása. Többek között ezek szerepelnek a Nyíregyházi Egyetem duális képzési rendszerének átalakítási tervei között. Ezekkel nem csak az oktatási intézmény versenyképességét kívánják növelni, hanem a megye népesség megtartó erejét is, de csökkenteni szeretnék a térség strukturális munkaerő hiányát is. Tanévente 22 hét, 3,5 év alatt közel 3000 óra.
Ennyi időt vesznek részt gyakorlati képzésben a partnervállalatoknál azok a hallgatók, akik duális képzésben folytatják felsőfokú tanulmányaikat. Így a tanulók már egyetemi éveik alatt részletes ismereteket szereznek a munka világáról, képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik és részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával. Folyamatosan egy olyan vállalati környezethez szoknak hozzá, illeszkednek be, ahol az általános műszaki és egyéb készségeken túl megtanulják, hogy hogyan kell beilleszkedni, hogyan kell projektszemléletben dolgozni, hogyan kell csoportmunkában dolgozni, hogyan kell a problémát napi szinten megoldani. Így már a tanulmányi idő alatt olyan készségekre tesznek szert a hallgatók, amelyekkel aztán a diplomaszerzés után különféle továbbképzések nélkül azonnal munkába foghatók lesznek. A Nyíregyházi Egyetemen 2015 óta folyik duális képzés, ekkor még két szakon indult. Egy pályázat keretében most bővíteni tudják a képzési területeket, a terveket az oktatási intézményben szervezett konferencián ismertették. A gépészmérnök szakon indult 2015-ben, később bővült közlekedésmérnök, mezőgazdasági gépészmérnök és gazdálkodás és menedzsment szakon, most pedig el fogjuk indítani az agrármérnök, vagyis mezőgazdasági mérnök szakon, valamint programozó informatikus szakon is. De megyünk tovább, és szeretnénk a mérnök informatikus és járműgépész, illetve járműmérnöki szakon is elindítani majd ezt a képzési formát. A képzési kínálaton túl bővíteni kívánják a hallgatói létszámot is. 4 év alatt 130 belépő diákkal számolnak az intézményben. A tananyagot is szélesítik, 25 új korszerű modul indul, illetve a képzők képzése is helyet kap az oktatásban, de különféle felzárkóztató képzésekkel a lemorzsolódó hallgatók számát is csökkenteni szeretnék. A vállalatok is nyitottak a duális képzés iránt, ezt mutatja, hogy a tervezett 12 együttműködés helyett már 48 vállalattal sikerült megállapodnia az egyetemnek. A közös munka mind az oktatási intézmény, mind a vállalatok számára előnyös, de legnagyobb nyertesei a hallgatók. Miért? Azért, mert a hallgató egy olyan képzésben vehet részt, amelyben nem csak az elméletet tanulja, hanem beletekint abban, hogy az elméletet hogyan tudja alkalmazni az adott cégnél. Közben megismeri azt a munkahelyet, amit lehet, hogy majd választani fog. Ez a cégnek egyértelműen jó, de nekünk is jó, hiszen akkor azt mondhatjuk el, hogy valóban az Alkalmazott Tudományok Egyetemén a hallgató úgy megy ki, hogy a tudását rögtön tudja kamatoztatni. Ez pedig jó a régiónak és a megyének is, hiszen képzett szakemberek kerülnek a munkaerőpiacra. Nyugodtan mondhatom, hogy a megyében már struktúrális munkanélküliség van a tapasztalataink alapján, amit a megyei munkaügyi paktumban szereztünk. Ugye ott elsősorban a szakképzéssel foglalkozunk, de olyan vezető mérnökök nélkül, középvezetők nélkül, akiket itt ebben a duális képzésben képezni fognak, elképzelhetetlen a szakképzésnek a megújítása is. Ilyen módon találkozik a megyei önkormányzat munkaügyi paktumja és a bizonyos EFO pályázati program. A duális képzések nem csak a megfelelő szakképzett munkaerő biztosításában játszhatnak nagy szerepet a megyében, hanem a térségben való elhelyezkedési lehetőségek növekedésével nőhet a régió népesség megtartó ereje is, hangzott el a tájékoztatón. Pro Vita díjjal jutalmazzák azokat az önkénteseket, akik legalább 100 alkalommal adtak már vért. Ezt a díjat megyénként évente egy donor kaphatja meg. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének ünnepségén a vásárosnaményi Kis Ferenc vehette át az elismerést, aki eddig 122-szer adott vért, így már 366 ember életét mentette meg. Hazánkban először 63 évvel ezelőtt, 1954. november 27-én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. A Pro Vita díjat elsőként pedig 1988. november 27-én kaphatták meg azok a donorok, akik legalább 100-szor adtak már vért. Azokat a véradókat ünnepeljük meg a Véradók napja alkalmából, ami november 27-én van, akik nagyon sokszor nyújtották a karjukat, hogy segítsenek a beteg embertársaikon. Ezen az ünnepségen ismerjük el azokat a véradókat, akik 40-szer, vagy akár már 100-szor is megtették ezt, és emberi kötelességüknek érzik azt, hogy az önzetlen segítségnyújtásnak ezt a módját, ezt a fajtáját válasszák és gyakorolják. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből egy vásárosnaményi lakos vehette át a Pro Vita díjat idén. Kis Ferenc 16 éves kora óta donor. Eddig 122 alkalommal összesen 549 deciliter vért adott. Egy véradással 3 fontos készítményt állítanak elő, így 366 ember életét mentette meg. És csak azt tudom mondani a fiataloknak, hogy egy véradás az mindig öröm.
egy lélekbeli megnyugvás, és az, hogy a honfitársaimon tudok segíteni, az egy nagyon nagy elismerés számomra. Vele párhuzamosan állandóan fiatalkorom óta sportolok. A vérkészítmények tárolási ideje korlátozott, ezért a Jósa András kórház számára is fontos küldetés a vérbegyűjtése. Ennek érdekében létrehoztak egy transzfúziológiai osztályt, ahol évente 2800-3000 egység vérbegyűjtését végzik el a szakemberek, hangzott el a megyeházi rendezvényen. Ez egy önkéntes tevékenység, ez nem jár semmiféle ellenszolgáltatással, de az az érzés és az a szolidaritás, amit hogyha szülőként a fiataloknak példaként mutatunk, vagy pedagógusként, azt gondolom, hogy hangsúlyozva az egészségre való hatását a véradásnak, ezzel a mai fiatalok is átgondolhatják és motiváltak lehetnek. Persze a legfontosabb, és azt gondolom, hogy a legnagyobb motiváció mindig akkor jelentkezik, amikor valakit személyesen megérint a szükség. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének véradó napi ünnepségén 114 oklevelet osztottak ki a donorok között. Több mint 40 új munkahelyet teremtett Nyíregyházán egy lakberendezési áruház most nyíló új üzlete. A vállalatnál cél, hogy a közeljövőben aktívan bekapcsolódjanak a térségben folyó kereskedelmi és logisztikai szakképzésbe is, és gyakorlati helyet biztosítsanak a tanulók számára. A berendezések és az árucikkek már a helyükön, minden kész a nyitáshoz. Budapest, Győr, Pécs, Kecskemét, Szeged és Debrecen után Nyíregyházán szerdán nyílik meg a nagy közönség előtt a bútor és lakberendezési nagyáruház 9. magyarországi üzlete. A Szabolcsi megye székhely mellett számos dolog szólt. Nagyon fontos volt, hogy ezt a fajta vonuláskörzetet, ami akár határon túlról érkező vásárlók, akár másik megye, gondolok itt mondjuk Tokaj városára, vagy Sárospatak városára, bevonzuk és megmutassuk a legújabb trendeket. A most nyíló nagyáruház épülete évekig üresen állt, korábban egy barkácsáruház működött benne. A felújítások során egy teljesen új homlokzati képet alakítottak ki, az épület új külső és belső világítást, hangosítás technikát, logisztikai központot, valamint áruházi álladótér kialakítást kapott. Az áruház ugyanakkor a vásárlók kiszolgálásán túl a térség fejlődéséhez is hozzá szeretne járulni. Több mint 40 új munkahelyet teremtettünk, illetve nagyon eltökélt, fontos célunk, hogy a szakképzésben részt vegyünk és jelen legyünk a kereskedelmi szakképzés és a logisztikai szakképzés tekintetében. Tehát minél hamarabb, úgyhogy nyilván a tanév miatt a decemberi nyitás nem optimális, de a következő fél évtől várjuk a jelentkezőket, akik kereskedelmi és logisztikai területen dolgoznak. A szakmai gyakorlat biztosításával az is cél, hogy az utánpótlást is kineveljék a munkatársak körében. Az áruház éppen ezért már a jövő évben szeretne minél több oktatási intézménnyel együttműködést kialakítani a közös képzések érdekében. Nyíregyházára érkezett a Reformáció Emlékbizottság mozgó kiállítása. A kifejezetten erre a célra kialakított reformációs tematikájú tárlattá formált autóbusz az idén 500 éves reformációhoz kapcsolódó ismereteket és gondolatokat, valamint tanításokat szállít az ország különböző pontjaira. Az autóbusz minden településen egy-egy napot tölt, de nem csak külső dekorációt kapott a jármű, a busz belseje a reformáció mai üzenetére koncentrál, különböző filmekkel és kiállítási tárgyakkal. 10 éves jubileumát ünnepelte hétfőn a megye irodalmi folyóirata a Vörös Postakocsi. Az esten a lapszerkesztői bemutatták a legfrissebb kiadványt, és visszaemlékeztek az indulás körülményeire. A rendezvényen átadták a demo pályázat díjait, majd ezt követően a Kár pedig nem dúó megzenésített verseket adott elő. Írók és olvasók gyűltek össze a Vörös Postakocsi jubileumi estjén a Józsa András Múzeumban. A résztvevőket a városi közgyűlést képviselve Halkóné Rudolf Éva köszöntötte, aki elmondta, bízik abban, hogy Nyíregyháza város a következő években is támogatni fogja a folyóiratot. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke szintén felajánlotta segítségét a szerkesztőségnek, és elmondta, reméli, hogy a szerzők a későbbiekben is tudják tartani az elmúlt 10 évben megszokott lendületet. Onder Csaba, a folyóirat egyik alapítója, örömét fejezte ki, hogy a fiatalok viszik tovább a munkát, ezt a feladatot missziónak tartja. Kulin Borbála, a lap felelős szerkesztője, ismertette a jubileumi kötet tartalmát.
Kürti László, a versrovat szerkesztője elmondta, a lap indulásakor hiánypótló volt az irodalmi életben. Ezt annak idején ugye Onder Csaba volt, aki mint főszerkesztő, és még jó néhányan, akik ezt megálmodták. Én valójában út közben kerültem majd a szerkesztőségbe. Korábban nyilván ebben a fénykörében, mint ahogy ma is megvannak a helyi írók és a környékbeli írók, akik és költők, akik ebben részt vesznek és vállalnak, de magát a szerkesztést, azt a fajta szerepvállalást és felelősséget, ha úgy tetszik, hogy ez a lap valóban az ország egyik jelentős lapja lehessen és maradhasson, azt ennek a felelősségét a Kulin Borbára főszerkesztő és én magam vállaljuk és visszük a hátunkon. A rendezvényen átadták a Demo irodalmi pályázat díjait, amelyet 15-25 éves fiataloknak hirdettek. A vers kategóriában a három legjobb művet jutalmazták. A legjobb prózadíját Magyar Boglárka, a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diákja kapta. Egy novellával pályáztam, aminek az a címe, hogy ikreknek lenni jó. De ez a cím egy kicsit idézőjeles, hiszen a novella arról szól, hogy a történetben a nagymamánk összekever bennünket. A jubileumi számban az olyan állandó szerzők, mint Kovács Judit, Kulin Borbála, Nagy Zsuka, Csabai László, Kürti László, Béres Tamás művei mellett a Demo pályázat díjazott novelláját és verseit is olvashatják az irodalombarátok. Nem sikerült a továbbjutás a Kisvárdának a Magyar Kupában. Kondás Elemér együttese hazai pályán a Puskás Akadémiát fogadta, amely Diallo góljával 1-0-ás győzelmet aratott a szabolcsi csapat ellen. A 16 közé jutás a cél itt Kisvárdán, ahol a helyi futballcsapat a Puskás Akadémiát látja tehát vendégül. És ha már beszéltünk itt erőfelmérőről, talán tényleg az lehet ez most a kisvárdai csapatnak, hiszen mégiscsak egy stabil NB1-es csapat ismét az ellenfél, és azok után, hogy az előző fordulóban óriási meglepetésre ki tudták ejteni a címvédő, Magyar Kupa címvédő Ferencváros. Innentől kezdve ez egy újabb lépcsőfok lehet a Kisvárda életében, a felé, hogy megnézzék, hogy valóban képesek-e lennének az NB1-ben is ilyen teljesítményre. Na, ha nem is teljesen hasonlóra, mint az NB2-re, de legalább egy masszív, egy stabil játékra, és akár itt is tovább juthat a Kisvárda, legalábbis nem lenne akkora szenzáció, hogyha hazai siker születne ezen a mérkőzésen. Na, de azért Pintér Attila együttesét sem szabad lebecsülni, hiszen a Puskás Akadémia az NB1-ben egy nagyon stabil csapat benyomását kelti, és hát láthatjuk folyamatosan, hogy az élvonalban napról napra változik a helyzet, ami a helyezéseket illeti. Most éppenséggel a középmezőnyben a Puskás Akadémia, amelynek már láthatjuk a kezdőcsapatát. Egészen pontosan 5 helyen változtatott Pintér Attila a hétvégi balmazújvárosi mérkőzéshez képest. Ezúttal nincs ott Heris, Mevongu, Márkvárt, Prosser és Perosevic sem a kezdőben, helyettük viszont bekerült Vancák, Zsidai, Bacselics, Grigics, Molnár és Diallo is. Valószínűleg ez egy 4-1-4-1-es formáció lesz, de azért Knezevicsre figyelni kell, hiszen valószínűleg ő azért a mérkőzés során jóval előrébb fog menni, mint mi ezt a taktikai táblán felrajzoltuk és megmutattuk önöknek. Ami pedig a hazai összeállítást illeti, ott is van csere bőven, illetve változás a pénteki soproni mérkőzéshez képest, sőt, még egyet több is, mint a Puskás Akadémiánál. A Kisvárdánál Kondás Eremér 6 helyen változtatott, ami a legérdekesebb, hogy a kapuban ezúttal Molnár Farkas kezd, nem pedig Zöldes Illés, de kikerült Misics, Vári Délceg, Illics és Lukács is, és ami a legfontosabb változás, ami a bekerülőket illeti, az, hogy Lukasz és Easing visszatérhetett a pályára. Ők ketten csak azért hagyták ki a Sopron elleni mérkőzést pénteken, mert 5 sárga lapjuk miatt eltiltásukat töltötték. Nyilván ez már az NB2-ben letöltötték, ma meg a Magyar Kupára nem is vonatkozik ez az eltiltásuk, így most mind a ketten ott lehetnek a pályán, mind a ketten nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy nagyon kevés gólt kap a Kisvárda, ma is óriási feladat hárul majd rájuk a mérkőzésen. Ha minden igaz, néhány játékos is kim volt a mérkőzésen. Molnár, az nagy helyzet lenne, ha átvenné, de így is el tudja pöccinteni a labdát. A kapu mellett is elpöccinti Molnár. Osztonyiról tovább csúszik a labda. Hey! Osvátra vezetheti rá. Aztán jön segíteni Lukász, elég messze a kaputól, de ellövi! Nem is volt rossz lövés! Maradt jelen pillanatban a 9. Puskás Akadémia, és ami nem volt jó hír a számukra, hogy alul viszont nyertek a csapatok. Diallo el tudja vinni a labdát, és vezetnek is a vendégek.
Lukász nézi, hogy kinek passzoljon, Gosztonyit választja végül, Melnyik, ő sem lő, viszont Horvátnak jó a passz, Gosztonyi, még mindig ott a labda, Melnyik, és egy óriási mentés. Márkvárt, két védő mellett gyönyörűen hozza el a labdát, Molnár, Szakály kéri mellette, és meg is kapja, Szakály, ketten várják középen, inkább visszagurítja Molnárnak, nagy lövés, ú, de nagy védés. Lukász, ketten rajta, Szécsi pedig elveszi tőle a labdát. Szécsi mehet zicserben. Szécsi megpróbálta átbökni Molnár farkas felett. Marad a 0-1. A Cserics Grigics ér vissza. Szécsit keresi, hogy hol indul. Na meg Molnárt. Inkább utóbbit választja. Molnár pedig villámgyors. Megelőzi Easinget. Molnár eldőlhet a mérkőzés. Molnár farkas. Szakály felé. Szakály pedig tovább tudja csúsztatni. Prosser. Hát ez a lehető legjobb, ami a Puskás Akadémiával történhet ezekben a percekben. Prosser fogja és elviszi a labdát a szögletzászlóig, majdnem Szécsi. És megtartják ott a labdát az ellenfél tért felén a vendégek. Osvát, Szakály, Szécsi. Gyönyörű játék eddig. Bacseli Zsirigics, ott az újabb gólhelyzet, és Molnár Farkasnak kell egy nagyot védenie. Megint nem először a mérkőzés folyamán. Gyors, rövid passzos, szép játék a Puskás Akadémiától, és majdnem ott a második gól is. Ezt már azért egy párszor elmondhattuk itt a második félidőben. Márkvárt és Prosser, ott kicsiben várható volt, hogy ott akarják megtartani a labdát. Kassai Viktor pedig azt sem várja meg, hogy leteljen a 3 percet. Talán erre nem is volt akkora szükség. A Puskás Akadémia az első félidőben megszerezte azt az egyetlen egy gólt, amely végül elegendő volt a győzelemhez. Diallo találatával győznek tehát a felcsútiak, és ez azt jelenti, hogy ők az első csapat, amely ott van a Magyar Kupa legjobb 16 együttese között. A Kisvárda pedig azok után, hogy hazai pályán óriási meglepetésre kiejtette a zsinórban háromszoros címvédő Ferencváros együttesét, az újabb NB1-es akadályon már nem tud átlépni. Ugye tudtuk, hogy egy nagyon jó állománnyal rendelkező csapat érkezik hozzánk, és szervezetten futballoznak, viszont az első félidőben rengeteg labdát elveszítettünk a saját térfelünkön, ebben mondjuk benne volt az ellenfél is, mert jól támadtak vissza a labdavesztés után, viszont nekünk itt egy kicsit gyámoltalanabbul futballoztunk, és abból adódott az, hogy több lehetőség is kialakult a vendégcsapat előtt, amiből ugye a Diallo meg is szerezte a vezetést. Én azt gondolom, hogy amiért jöttünk, azt teljesítettük, hiszen tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzésre számíthatunk, hiszen egy nagyon, nagyon egységes csapat a Kisvárda, ez bebizonyítja a bajnoki, illetve a kupa mérkőzésen is. Nagyon fegyelmezetten, nagyon taktikusan játszanak, próbáltuk minél jobban föltérképezni a csapatot, azt gondolom, hogy elég jól sikerült itt. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Újabb 23 Szabolcs megyei pályázat nyert támogatást topos forrásból novemberben, összesen több mint 2 milliárd forint értékben. A most nyertes projektek épületek korszerűsítését, turizmusfejlesztést, városrehabilitációt, valamint a közösségi szolgáltatások minőségi fejlesztését foglalják magukban. A képzési területek bővítése, a hallgatói létszám növelése, korszerű tananyagok kialakítása, többek között ezek szerepelnek a Nyíregyházi Egyetem duális képzési rendszerének átalakítási tervei között. Ezekkel nem csak az oktatási intézmény versenyképességét kívánják növelni, hanem a megye népesség megtartó erejét is, de csökkenteni szeretnék a térség strukturális munkaerő hiányát is. Provita díjjal jutalmazzák azokat az önkénteseket, akik legalább 100 alkalommal adtak már vért. Ezt a díjat megyénként évente egy donor kaphatja meg. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének ünnepségén a vásárosnaményi Kis Ferenc vehette át az elismerést, aki eddig 122-szer adott vért, így már 366 ember életét mentette meg. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 28-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra!
Holnap borongós időre számíthatunk, esővel, sőt helyenként akár már hóval is. Szerdától a mediterrán térségben kialakuló ciklon előoldalán egyre nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk. Az előttünk álló éjszaka jobbára fátyol felhős lesz az ég, majd hajnaltól megvastagszik a felhőzet, és néhol már hószálingózás is előfordulhat. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad, csípős lesz a reggel, általában -3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, délutántól estétől eső, havas eső, havazás egyaránt várható. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, és délutánra is mindössze 2 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Melegfronti hatás érvényesül, ezért aki érzékeny rá, készüljön, a holnapi nap nem lesz egyszerű. Télies idővel búcsúzik a november, és igazi téli idő várható december első napjaiban is. Csütörtökön borult lesz az ég, az eső mellett északon havas eső, havazás is várható. Pénteken átmenetileg szárazabb levegő érkezik fölénk, és több órára kisüt majd a nap. A hétvégén újabb légörvény okoz többfelé havazást, szombaton keleten havas eső, eső is lehet. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északi északkeleti szél. A hőmérséklet az átlagos szint alatt marad. A jövő hét elején már szakadozottabb lesz a felhőzet, és kevesebb helyen hullhat a hó, de marad a hideg idő.